Február 24-e óta folynak a harcok Ukrajnában. Az előrenyomuló ellenséges csapatok támadásai mellett az oroszok folyamatosan bombázzák és rakétázzák is a nagyvárosokat. A keleti országrészben található magyarok lakta Kárpátalján egyelőre még nem ropognak a fegyverek. Az ott élőknek viszont enélkül is van mitől félniük. Stábunk videóhíváson keresztül ért el egy ottani családanyát. A fiatal nő azt mondja, rettegnek attól, hogy hasonlóan a 2014-es forradalomhoz most is besorozzák a férjeiket, hogy a fronton harcoljanak. Az asszony azt kérte, a vezeték nevét ne áruljuk el. Teljesen észszerűtlennek tartom ezt is, amit most mondanak, hogy teljes mobilizáció, vagyis hogy mindenkit behívnak, ez azt jelenti, hogy minden férfit, minden katonaköteles férfit, és teljesen észszerűtlen az, hogy teljesen képzetlenek ezek az emberek, nincsen senkinek semmilyen katonai képzése, és így küldik éles harcba a férfiakat. Kárpátaljáról ugyanúgy, mint Ukrajna többi részéről is tömegével menekülnek az emberek. Magyarországra az elmúlt 7 napban több mint 100 000 érkeztek. Viktória és a családja a Munkácsi járásban laknak. Azt mondja, náluk békében élnek együtt magyarok, ukránok és oroszok, ezért is viselik különösen nehezen a háborút. Ez egy értelmetlen harc. Értelmetlen harc, és nem a mi harcunk. Azért is menekült el nagyon sok férfi, kárpátaljai férfi, magyar férfiak, mert ez nem a mi háborunk. Itt Kárpátalján annyira békében élnek az ukránok az oroszokkal, az ukránok a magyarokkal, itt soha nem volt ebből probléma. Ez a fentiek harca, ezt nem kellene, hogy ide ránk is kihasson. Hogy a harcoknak mikor lehet vége, azt még megtippelni sem tudják a szakértők. Az ukrán csapatok ellenállása sokkal erősebb, mint arra az oroszok számítottak. A két fél képviselői hétfőn Belarusban ültek le a tűzszünetről tárgyalni, akkor viszont nem született megállapodás. Hogy a következő egyeztetésre mikor kerül sor, egyelőre nem tudni.